Jó reggelt, sziasztok! Ma rendhagyó módon jelentkeznék be a merien.eoldal.hu-ra. Ez most az első tarokkártya előrejelzés egy napra. Szeretném megosztani veletek, hogy ugyan milyen kártyák is jöttek erre a napra, milyen energiákkal kell dolgoznunk, hogyan tudjuk a napunkat harmonikussá tenni, mik azok a dolgok, amikkel foglalkoznunk kell, és mindezt hogyan, milyen minőségben tegyük. Erre a napra két kártya jött. Ezt a két kártyát most szépen elemzem, és kezdjünk is hozzá. A mai napon nagyon fontos, hogy még mindig a belsőnkre figyeljünk, a belső üzeneteinkre, azokra a dolgokra, amik a legbelső, a legmélyebb gondolatainkban vannak, azokat az energiákat vegyük figyelembe, sugallatokat, amik folyamatosan feljönnek bennünk, és valamilyen úton, módon megérintenek. Nagyon fontos, hogy milyen érzések merülnek fel benned ezektől a gondolatoktól. Arra sarkal ez a kártya, hogy vizsgáld meg ezeket a gondolatokat, ezeket az érzéseket olyan szempontból is, hogy ezek előrevívők, vagy valamilyen visszatekintő gondolatok valami, vagy valakinek olyan érzése, ami nem is rád vonatkozik, csak valamiért visszatekintesz rá, és még mindig él benned az emlék. Nagyon figyelmesen vizsgáld meg azt is, hogy ezek a gondolatok, amikor megjöttek a reakciók, sarkalnak-e tettekre. Akkor, amikor például egy nagyon rövid példát mondok erre, jön egy rossz emlék, valamiért eléd vetül, látod lelki szemeiddel, vagy éppen folyik a maga az egész folyamat, és ettől szomorú leszel, majd a cselekvése a dolgoknak a sírás. Nagyon figyelmesen nézd meg, hogy ez a folyamat, ez a cselekvése ösztönzés, ez téged szomorúvá tesz, vagy felüdít, vagy pontosan jó kedved lesz tőle, vagy valami éppen eszedbe jut, és megvalósítod végre azt a dolgot, amit már régóta halogatsz. Nagyon fontos, hogy ha lehetőséged van rá, akkor a mai napon tegyél pontot dolgok végére, nézd meg azokat az emlékképeket, amik folyamatosan visszatérnek, és milyen érzések és milyen cselekvésekre ösztönöznek ezek a helyzetek, ezek a pillanatok. Ugyanis akkor, amikor ezekre a pillanatokra gondolunk, vagy látjuk, meghatározzák az egész napunkat. Egyszerűen képtelenek az emberek, vagy képtelenek vagyunk, mert mindenki bűnbe eshet, nem is bűn, csak egy rossz, mély lelki állapot, amikor nem tudunk előrelépni, megrekedünk egy helyzetben, egy múltbéli eseményben, és nem tudja az ember tovább lépni, élni az életét, valamilyen szempontból korlátokat állít. Na, akkor, amikor ezt a dolgot így felismered, és látod már, hogy nincsen előre vívő gondolatod, és minden napod majdnem ugyanaz, ugyanazok a gondolatok foglalkoztatnak, ugyanazok az érzések merülnek fel benned, és ugyanazok a cselekvések történnek, vagy közel hasonló, és nem látod az életben vagy a napodban a napsütést, kérlek szépen, ezeket vizsgáld meg. Ha
egy módodban áll, akkor, amikor felmerülnek ezek a gondolatok, ezek a pillanatképek, akkor próbáljátok ezeket a pillanatokat észrevenni, és abban a pillanatban, amikor megjön ez a rossz érzés, akkor valahogy lásd, hogy na ez az a pillanat, amikor tudok változtatni, amikor az rossz érzés felmerül, mert akkor meg tudod állítani ezt a folyamatot, és helyettesítsd valamilyen pozitív élménnyel, egy nyaralás, egy illat, egy olyan élmény, egy jó, kellemes utazás, nap, cselekmény, az, amit magad elé tudsz ilyenkor képzelni, és valahogy sikerül ezt átfordítani jó, pozitív energiává. Nagyon fontos, hogy próbáld meg ezt észrevenni. Amikor ez sikerül, akkor sokkal koncentráltabb tudsz lenni. Nem mondom, hogy ez elsőre fog sikerülni. Lehet, hogy csak rövid ideig fog sikerülni, de meglátod, hogy gyakorlás kérdése, és ez az egész pozitív irányba tud fordulni. Na, ezzel kívánok nektek a mai napra tényleg felismerésben gazdag szép napot. Odakint nálunk süt a nap, vidéken, úgyhogy próbáljátok meg a lelketekben is felidézni azt a napsütést, azt a kellemes, jó érzést, és pozitív gondolatokkal feltöltekezni. Szép napot nektek! Sziasztok, Marianne voltam!